Bár Alexej Tamarát boxezésen látogatok meg a Sportkrem stábjával, neki mindene az öt tusa, el sem tudja képzelni, hogy mi lesz, ha egyszer be kell fejezni az aktív pályafutását. Pedig 18 évesen 2 évre már abba hagyta, akkor úgy érezte, be sokat. Aztán mégis visszatalált a szeretett sportákhoz. Ugye pont akkor volt az érettségi. Hát ha mondhatjuk, akkor kb. Semmit nem csináltam. Tehát én akkor élveztem, hogy nincs egyszerűen minden percem időhöz kötve. Viszont egy idő után annyira hiányzott ez, hogy tényleg mindenem be van osztva, és senki nem mondja meg, hogy mit csinálok, és csak vagyok, és telnek a napok, és úgy éreztem, hogy így nincs értelme az életemnek. Tehát, hogy nem csinálok semmit, nem is tanultam én olyan jól. Persze elkezdtem a főiskolát Szegeden, tanítóképzőt, de ugye azt se csináltam úgy, ahogy kellett volna. És ilyen hiányosnak éreztem az egész életemet, és hiányzott a sport is. Az is hiányzott, hogy nem tettem meg mindent, és nem tudom, hogy tényleg mire lettem volna képes. És ez annyira zavart, hogy úgy gondoltam, hogy akkor megpróbálom még egyszer. Az ötusát nem tekinti munkának, inkább szenvedélynek, pedig anyagilag kevésbé éri meg, mint a más sportágat űzne. Hogy őszinte legyek, én nem keresem halálra magam. Tehát a mi egyesületünk a legszegényebb itt, szerintem itt Fehérváron, és én a minimálbért keresem, és ahhoz kapok egy kis ösztöndíjat. Hát minden hónapban mondom, hogy szeretnék fizetésemelést, de nincs rá keret. Úgyhogy ebből voltak már veszekedések. Tényleg az ötusában a legjobbaknak van csak esélyük, úgyhogy... Szponzorok így megkeresnek benneteket? Ugye annyira nem nézett sport, a csapatsportokat jobban támogatják. Nem nagyon vannak szponzorok. Nekem egy szponzorom volt, ő támogatott engem egy évig. Akkor ő adta a fizetésemet, az is a minimálbér volt. Viszont hát nem lehet annyira jól megélni belőle. Uh-huh. Nem egy focista állás. Igen, úgyhogy lehet, ha újra születnék, akkor inkább focista lennék, mert fele ennyit kéne edzenem, és nem kéne ilyen eredményeket elérnem, és mégis többet keresnék. Tehát én, ha megnyerek egy EB-t, kapnék 2-3 milliót. Ők, ha kijutottak az EB-re, kaptak fejenként 10-et. Értem én, hogy nem a nézettség, csak azért az, hogy tényleg mennyit beleteszek, és hálátlan sport ez az öttusa, szerintem. Hálátlan sport, igen. Bár világ és Európa bajnoknak valhatja magát, olimpián még nem vett részt. Tokió lehetne az első ötkarikás játéka. Régebben elég link voltam. Tehát nem... Úgy jártam edzésekre, nem voltam olyan alázatos, nem tettem meg mindent annak érdekében, hogy pedig mindig ott voltam így a szélén, tehát hogy mehetnék, de még egy kicsi hiányzik, és sose értem el ezt, és ezért vagyok úgy, hogy ezt körülbelül ez lett az utolsó esélyem így 30 évesen, és ezt semmiképp nem szeretném elszalasztani. És azt is szokták mondani, hogy az első olimpiáját mindenki elrontja. Én szerintem nem így lennék vele. Régebben vadabb életet élt, erről tanúskodnak a hátán látható tetoválások is. Még 18 évesen kezdtem el ezeket csináltatni. Ilyen nagy rocker voltam. És ilyen hirtelen felindulásból elkövetett tetoválások. Viszont nem bántam meg őket, nagyon szeretem. Tehát még jó, hogyha a hátamon vannak ezek, hogyha nem egy idő után nem tetszene, vagy nem szeretném, hogy lássák, akkor felveszek egy pólót, de nekem nincsen velük problémám, tehát nem bántam meg, hogy megcsináltattam őket. Mit ebben szólnak? Hát van egy sas a lapockámon, van egy felirat a gerincoszlopon, hogy rock and roll, a derekamon egy másik felirat, hogy born to be wild, és a bal oldalamon meg ilyen mindenféle keszekuszaság, dobókocka, lángnyelvek, szem, ilyen, amit éppen akkor kitaláltam, hogy azt tetszik, azt így felvaradtam. Mennyire vagy egy ilyen bulis csaj? Nem bírom már. Tehát régen elmentem bulizgatni, inkább akkor, amikor nem öttusáztam, viszont annyi edzésem van egy héten, elintézik, hogy én szombat délutánra ne akarjak elmenni bulizni, mert annyira fáradt vagyok, hogy az a legnagyobb vágyam, hogy én bekerüljek az ágyba és feküdjek.
ilyen fél évente, 5 havonta, hogyha eljutok egyszer bulizni, és most már az alkoholt is annyira nem bírom, hogy inkább vállalom a sofőr szerepét. Szabad idejében tehát a buli helyett manapság inkább boxolni jár a Videoton Box Klubba. Ugye az öttusa mellett annyira nincs időm a hobbira, meg hát erőm sincsen. Tényleg nagyon szeretek új sportokat kipróbálni amúgy, és akkor egy éve az egyik ismerősöm ajánlotta ezt a boxklubot, meg ismertem is az edzőt, meg a tanítványát, és akkor mondták, hogy miért nem jövök le egy edzésre. És amúgy nagyon tetszett, csak tehát tényleg ennyi edzés mellett túl sokszor nem, és akkor is, tavaly is akkor kezdtem el járni, amikor így szünetem volt, és ebbe a 3 hétben, hogy mozgásban maradjak, akkor az tök jó, hogy így kicsit formába tartom magam, meg ugye más. Tehát eljöttem edzésre, úgyhogy edzésben voltam, és mégis izomlázam lett, mert teljesen más izomcsoportokat mozgatott meg.